És hát látnak itt néhány tárgyat, néhány nagyon-nagyon személyes dolgot. Itt van például ez a napló. Milyen? Mit őriz? Megsárgult lapok. Szabad megnézni, azért inkább fölálló bocsánatot kérek. Ezt ugye mindenki, mikor mi fiatal lányok voltunk, meg a mostani kis fiatal kislánykák is, érettségidős korunkban, vagy általános iskolás korunkban, hát beleirattunk mindenkivel, akire úgy gondoltuk, hogy majd emlékezni fogunk rá. Most, hogy én is nézegettem, majd sajnos van, akire már egyáltalán nem emlékszem. De mikor egyszer készültem egy műsorra, mert hiszen szeretném elmondani önöknek, hogy csupa olyan számot hallanak, amit valamikor körülbelül 40 éve valahol már elmondhattam. És amikor úgy készültem erre a műsorra, úgy gondoltam, hogy a legkedvesebbeket szeretném most önökkel megosztani. Háborús gyerek vagyok, de a háborúból hála jó Istennek, gondolom csak azt érezhettem a csontjaimban esetleg, hogy nem kaptam annyi vitamint, hogy masszívak legyenek a csontsűrűségi mutatóim. De minden szentbeszédnél, hogy mi volt a háborúban, éhezés, meg akármi, úgy gondolom, hogy vidámsággal talán ezt is könnyebben föl lehet eleveníteni. És miután jelenlévő kicsi lányták, a Lilla és az Ildikó, nekik fogalmuk nem lett arról, hogy milyen volt a háborús évek, ezért nekik is inkább csak ilyen vidáman mondom el. Fölhívva a figyelmet arra, hogy mi számított akkor értéknek, mi számított akkor egy jómódú családnak, egy jómódú házba beházasodni, bekerülni, és mi számított akkor értéknek. Úgy látom, a lányok sincsenek még olyan idősek, hogy erről legyen tapasztalatuk. Úgyhogy most akkor majd meghallják. És akkor ezt a sógoromtól kaptam ezt a kis emlékkönyvet, és ebbe én beleaplikáltam ezt a kis Tabi László írást, aminek a címe egy fiatal lány naplója. A rózsaszínű sejelme borított gyöngyvirág illatú fémkapcsos naplók divatja múlté. Ha ma 1945 tavaszán egy 17 éves szerelmes kislány naplót írna, ilyesforma lenne az. Március 25. Amikor ma délelőtt megláttam, azonnal éreztem, ő az, ő. A járda mellett ment, vállán hatalmas, kissé püszkös gerendával. A járókelők megfordultak után és csettintettek, micsoda tűzifa. Úgy léddelt a tűzifával a vállán, mint egy félisten. Jobbján széles karszalagot visel különös betűkkel, titkos küldetésben jár, dobbant meg a szívem. Beleszerettem. Március 30. Milyen választékosan öltözik, és milyen finom hátizsákja van, és kezéből sohasem hiányzik egy vödör, tele szénporral. Ízléses kis zseblapátja van, azzal szedi össze a szénport a közeli szemétrakásból. És milyen gyorsan, milyen férfiasan, úgy szeretem! Vajon megszólítana egyszer? Április 3. Megszólított. Kezi csókolom, mondta. Nem volna egy üres gyufás dobozam. Szeretnék rágyújtani, de csak gyufám van. Hoztam egy gyufás dobozt. Ekkor letette a vödröt és bemutatkozott. Murok Dezső vagyok. Ezt mondta. És én éreztem, hogy nem hazudik. Hogy valóban Murok és valóban Dezső. Ezután finom kis bálkodobozt vett elő, amelyben cigaretta végek voltak. Néhányat széjjel szedett és cigarettát sorolt. Mi szenvedélyes férfiú! Április 8. Ma eljött hozzánk. Látszott rajta, hogy nagyon ünnepélyes. Két kezét egy ideig a háta mögött tartotta, aztán hirtelen átnyújtotta, amit rejtegetett. Egy csokor vérvöröst. Hónapos retek volt. Kebelemre szorítottam a szerelem bíborvörös retkeit. Dezső, te fél Isten! Április 15. Ma megkérte a kezemet. Eljegyzési ajándékul 1/4 kiló kockacukrot hozott. Mondja, én sem volt tovább szűkmarkó. 10 darab levente cigarettát kapott tőlem.
Fizetésem nagyon kevés, mondta Dezső, de van egy néném, akire megmerek nősülni, mert állandóan jön, megy Kalocsa és Pest között. És meg tudom majd ebből élni, kérdeztem és megsimogattam Dezső kezeit. Hát hogyne? Róza néni bivaly erős, 40 kilós csomagokat cipel. Istenem, 40 kilós csomagok, hogy én milyen finom családba kerültem. Köszönjük szépen, és hát van itt egy kendő, egy különleges kendő. Ennek a kendőnek szintén története van. Igen. Mesélj egy kicsit róla. Ezt a kendőt az én édesanyám horgolta, amikor már velünk élt. Anyukám, édesapám halála után hozzánk költözött, és érdekes módon mi nem a családról beszélgettünk, hanem azokról, amiket mi úgy énekelgettünk. Az anyukám is szeretett énekelni, nagymamám, testvérem, én is. És ugye abban az időben készültem, ahogy már mondtam, ezekre a különböző műsorokra, és ha valami nem jutott eszembe, akkor az anyut mindig megkérdeztem, hogy és emlékszel rá, anyu, hogy ez hogy volt, meg segítsen már összeállítani egy nótacsokrot, vagy akármit. És akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy elkezdte horgolni ezt a kendőt. Mikor készen volt és először fölvettem magamra, akkor a Lupni Kacsi azt mondta egy ilyen hakniba, hívjuk, nézel ki, mint egy nagymama. Na, hát akkor még nem voltam nagymama, de hát lassan belenőttem ebbe a kendőbe is. Anyukám már sehol, de a kezem munkája itt van. És itt van egy dal is, amit szintén a Kossuth Rádióban hallgattunk Kecskeméten. Neményi Lili, biztos sokaknak mond ez a név valamit. Énekelt egy szép dalt a mamáról, és nekem annyira tetszett, hogy elhatároztam, hogy ezt én is el tudom énekelni. De hát hozzá kellett ehhez a számhoz is öregedni, életemben összesen 3-szor énekeltem el, és most már túlhattam azt a kort is, ami a nótában azt írja, hogy megéltem már 50 évet, de most ezt az édesanyám emlékének, és mindenkinek szeretném elénekelni. Szüleinkre, édesanyánkra gondolva. Oh,
mama.